Kedves közönségünk, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a múzeumok éjszakáján ismét itt a Beregi Múzeumban, a Tomcsányi Kastély parkjában és természetesen magában a Tomcsányi Kastélyban is. Örülök, hogy újra találkozunk ezen jeles alkalom kapcsán. Minden évben, ahogy tudjuk, megrendezzük a múzeumok éjszakáját. Ugye ez egy országos program, jelen pillanatban az ország minden részén körülbelül ugyanezek zajlanak, mármint, hogy körülbelül ekkor nyitják meg a múzeumok éjszakáját. Mi is örülünk, hogy újra itt lehetünk. Még az idő is úgy néz ki, hogy hagyja, hogy a program lemenjen. És nem is szaporítom a szót, átadom polgármester urunknak, Filip Sándornak a mikrofont, hogy köszöntse a megjelenteket, a résztvevőket, a fellépőket és a többieket is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Múzeumok Éjszakája programsorozatunkon itt Vásárosnányban. Nem először, és bízom benne, hogy nem is utoljára, hiszen azt szoktuk mondani itt Vásárosnányban. Nálunk az a lényeg, hogy ha valaki hozzánk jön, az ne kétszer jöjjön, először és utoljára, hanem lehetőség szerint minél többször. Így vannak itt a szomszédban is, ahonnan most néhányan érkeztünk, és azért vagyunk ilyen sportosan, hiszen ma került sor a 11. Bicskei Bertalan emléktornára is. És annak volt a záró eseménye, most egy nagyon komoly kis program. Ugyanakkor Jánosék gyakorlatilag a tavalyi múzeumok éjszakáját követően már másnap reggel azon gondolkodtak, hogy mi legyen az idén. Aki erre látogat a Tomcsányi kastély elé és szép néz, láthatja, hogy gondos és jó kezek őrzik a múltunkat. A szakmaiság magas szintű, ugyanakkor az ide betérő ember mindig kap valamit. Külön köszönöm azoknak a civil szervezeteknek is, a Cifrabandának, az íjászainknak, és mindenkinek, aki itt a, mondjuk azt, hogy a kirakodó vásárban is itt van, hogy megelevenedik a múlt, zene, ízek és a magyarság. Nagyon fontos az, hogy a múzeumban dolgozók, hogy visszakapcsoljam a gondolataimat a múzeumi tevékenységhez, óriási munkát végeztek az elmúlt időszakban, és úgy hiszem, hogy János, aki hamarosan megmérettetik, de hát sok kihívója nem volt a múzeum vezetése kapcsán, de miért is lenne. Ott van minden eseményen, és olyan kollégákat tudott maga mellé felsorakoztatni, akik a jelenben figyelik a múltunkat, és megmutatják nekünk a jövőbe vezető utat. Nagyon sok eseményen lehettem ott személyesen is, amikor a Berei keresztemesről szóltunk. Nagyon sok olyan rendezvény volt, amikor egy kiállítás, egy bemutató kapcsán jöhettünk ide a múzeumba, és tudom azt, hogy ez így van jól. Ez a kisváros fölnőtt ahhoz, és elért egy olyan szintet, hogy nagyon sok helyszín van, ahol találkozhatunk. Ez a park csodálatos. Tudom azt, hogy a múzeumvezetés és a város is odafigyel arra, hogy minél többen tudjanak arról, hogy igen, itt a belvárosban van egy ilyen park, ide be lehet jönni, le lehet ülni, nyilván van még teendőnk ezzel a parkkal, de ilyenkor, így június végén tudjuk azt, hogy a múzeumok éjszakája kapcsán tartalmas programokkal várnak bennünket a múzeum dolgozói, hiszen ha jó az emlékezetem, az országban most 400 helyszínen kb. 2000 programmal találkozhatnak az érdeklődők, és az, hogy ebbe Vásárosnamény bekapcsolódott, ez mindenképpen a Beregi Múzeum igazgató és kollégáinak az érdeme, és azoké, akik annak idején megalapozták azt, hogy minket sokan irigyelnek persze ezért, hogy Vásárosnaményben van múzeum, van Tomcsányi kastély, van Máté kúria, van Ötvös kúria, van élet. Én azt kérem mindenkitől, hogy érezze jól magát, és hadd köszönjem meg igazgatónak azt is, hogy közel járt abban, hogy tegnap volt vihar, most meg lágyan lenged ez a szél, úgyhogy kellemes estét, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen polgármester úr szavait. Polgármester úr szerény volt, nem utalt arra a park kapcsán, hogy azért az önkormányzat bőven oda tette magát, hiszen láthatják a kedves látogatók, hogy megújult sok szempontból a park, hiszen a sétányok újjá lettek alakítva, a festések is egy része már elkészült, a többi pedig folyamatban van a kastély épületén is, illetve a padoknál. A sövényeket és a virágokat látja mindenki, tehát köszönjük szépen polgármester úrnak és az önkormányzatnak, hogy oda tette magát nagyon komolyan, és ezzel is segíti azt, hogy ez a program, meg egyáltalán a múzeum jól működjön. Polgármester úr mondta, hogy ő sportosan öltözött, hiszen egy sportprogramról érkezett. Én népies sportosan öltöztem föl,
hogyha látják, egy kis meglepetés ért engem itt a program kezdete előtt, hiszen az az ing, ami most éppen rajtam van, az nem az az ing, amiben otthonról elindultam. Ugyanis az történt, hogy kaptam egy ilyen inget, amin látják, hogy beregi keresztszemes hímzés van. Ez pedig Varga Sára nevű ismerősöm készítette saját kezével a hímzést. Azt hiszem, hogy egy tapsot megérdemel. És hát magának az ingnek a tervezését, szabását, varrását kedves ismerősünk, jó barátunk Orosz Marika készítette el, ő is megérdemli a tapsot. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meglepetést, és most akkor elmondom, hogy mire számíthatunk itt az elkövetkezendő néhány órában. Hamarosan következik majd a Cifra Banda, egy kiváló zenekar, kiváló táncosokkal. Én már láttam őket, máshol, más helyszínen. Biztos nagyon sokan látták már őket, de vannak olyanok, akiknek ez újdonság lesz. Kiváló minőségi zenészekkel és táncosokkal fognak fellépni, és majd néhány szót mondanak még magukról, mielőtt belecsapnak a húrokba. A Buratino Bábszínház fog utána következni Nyíregyházáról. Vitéz László és az elátkozott malom. Lehet, hogy ezt a címet is hallották már, főleg akik körülbelül olyan idősek, mint én, vagy egy kicsit még idősebbek. Nagy érdeklődéssel várjuk és fogadjuk őket, főleg a gyerekeknek ez egy kitűnő program lesz. Ezzel párhuzamosan majd lesz egy előadás bent a főépületben, a szövőszéknek a kiállító termében, tehát akik ismerik a múzeum kiállításait, tudják, hogy hova kell majd jönni, akik nem ismerik, annak meg majd segítünk. Ennek az lesz a cím, hogy Én szeretek mindent, alcíme szerint Kisbábonyi életkék 1941-42-ben. Ebből biztos semmit nem értenek, hogy akkor ez most miről fog szólni. Ezt fogom önöknek én elmondani, úgyhogy aki tud, az jöjjön be és nézze, hallgassa végig az előadást. 7:30 körül a Kelet-Tüze IASZ Egyesület, akik már felépítették a jurtát és teljes harci díszbe öltöztek, ők fognak majd egy kis tudományos ismeretterjesztő műsor tartani önöknek, meg nekem is. Nagy szeretettel fogjuk őket várni, és természetesen a lövés, a lövetés, ahogy ők szokták mondani, ez nem maradhat el, tehát erre is sor fog kerülni majd természetesen biztonságos részeken a parkban, és a jurtában pedig mindenkit szeretettel várnak, folyamatosan a nap folyamán, sőt, hogyha éjszaka úgy gondolják, hogy ők ne aludjanak, akkor éjszaka is lehet tőlük kérdezgetni majd a jurtába, csak hangosan kopogtassanak. És itt most meg kell említenem, hogy augusztus 5-én lesz majd a Toldi Kupa, már a jól bevált helyszínen, vagyis itt, úgyhogy oda is szeretettel várunk mindenkit. Ezután lesz Filipné Kisrenáta történész előadása, mint Sírszelek él. Himnuszunk szerzőjének sírhelyei, ez lesz a nagyon érdekes előadásnak a címe és alcíme, ugyanazon a helyszínen, ahol az előző előadás, oda is nagy szeretettel várunk majd mindenkit. A későbbiekben pedig már sötétedés után fellobban a tűz, gyújtanak majd a Toldi testvérek is és az íjászok is tüzet, de mi is gyújtunk tüzet a szokásos módon, és egy kis táncházzal a Cifra Banda fogja önöket várni, meg engem is, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy vegye elő a táncos cipőjét, és a végén egy tűzugrással ünnepeljük meg Szent Iván éjjét. És hát ugye itt vannak a folyamatos programok, hiszen itt van Szász Sikó Dalma az arcfestőkkel, úgyhogy aki egy jobb sminket szeretne felrakatni, mint amivel elindult otthonról, azok forduljanak nagy szeretettel Dalmáék csapatához, és a hatás nem marad el. Ugyanígy felhívom a figyelmet, hogy itt vannak Pótor Melindáék és a kézművesek, minden, ami Szatmár Bereg címmel a két épület közötti részen, a standoknál megtalálhatják azokat a különleges és kitűnő kézműveseket, akik ebben a megyében a legmagasabb értékeket képviselik.
Nem maradhat el a gasztronómia, hiszen itt vannak a nagyon finom sajtok Nyíregyházáról, Kerezsijék által, a már jól ismert és jól ismert színvonalú termékekkel. Ugyanígy itt van a büfé is, tehát aki megszomjazik, annak nem kell hazaszaladni egy pohár vízért, hanem Csalovszky Pali fog szolgáltatni egy kis kontyalávalót. És hát ne feledkezzünk meg a saját ételeinkről sem, hiszen Esze Géza, népi fafaragó, nekiállt konyhára át már jókorán, még kora délután, és elkészítette a gulyást, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk kóstolójeggyel a kemence elé, és meg lehet kóstolni. Mindenképp érdemes, hiszen ha nem jól sikerült, akkor azt jelezzék nekem is, Géza bátyámnak is. Ha nagyon rossz, akkor majd megkergetjük. Ugyanígy itt van, mint tavaly, Balogh Géza és népi zenekara, vagyis kedves felesége Zsuzsa és segítői, akik pedig a süteményekről, kalácsról gondoskodtak, amelyek a kemencében sültek. Természetesen vannak népi játékok, ki lehet próbálni kicsiknek és nagyoknak. Itt már külön meg kell említenem, hogy Szász Csaba kollega megint készült egy különleges játékkal, amit ő talált ki, ő alkotott, ő tervezett, ő nyomtatott, ő rajzolt, ő fűrészelt a szokásos módon. Erőt eszembe, hogy valamelyik nap egy konferencián azt mondta az egyik kollégám, hogy hát nem volt pénz, nem tudtak múzeum pedagógiai játékokat vásárolni. Hát mi sem szoktunk, nekünk meg se fordult a fejünkbe, hogy azokat lehet vásárolni, ezeket el kell készíteni, és akkor lesz igazán értékes és hasznos. Ha bírják a kedves főzőmestereink, akkor utána, ahogy elkészült minden a kemence környékén, akkor egy kis fafaragó bemutatóval, hímzéssel is várjuk a kedves érdeklődőket. Azt is érdemes kipróbálni, tanulni tőlük is. Itt vannak a mézesek is, gerzsenyék, úgyhogy nehogy úgy menjenek el, hogy nem kóstoltak és nem vásároltak mézet, mindenkinek a szíves figyelmébe ajánlom a mézeket is, hiszen hazai termékről van szó, igazi mézről, igazi magyar, igazi beregi mézről. És hát természetesen várjuk a kiállításokba azokat, akik még nem ismerik, vagy már régen jártak itt, tehát egész este folyamatosan a kollégáink tárlatvezetéseket fognak tartani kérésre, úgyhogy mindenkit megpróbálunk a lehető legjobban kiszolgálni. Ha valamit elfelejtettem, akkor szóljanak, és a következő alkalommal azt el fogom mondani. Most viszont már nem húzom tovább a szót, következzen a Cifra Banda, fogadják őket nagy szeretettel. Hát nagy-nagy szeretettel köszöntünk mi is minden részefőt, minden kedves vendéget, kedves nézőt. Hát mi lennénk a Cifra Banda, aki itt áll mögöttem? Hát igazából nem én vagyok a Cifra Banda vezetője, csak egy tagja vagyok. Na de a Cifra Banda vezetője a Szilágyi Csaba, és őneki ötlött ezelőtt 4 éve ez az ötlet, hogy na akkor már bizony csinálunk egy bandát, nem is legyen a neve. Hát nem tudtuk azt mondani, hogy Farkumacska vagy Farka Banda legyen Cifra. Hát jó, mindenki bólintott. Hát az eredeti felállás ugye egyes okok miatt, ahogy eredetileg tervezték a Cifra Bandát, nem így alakult, de hála jó Istennek, vannak olyan barátaink, akik vállalták a Cifra Banda tagságot. A harmonikánál Szoroka Daniel fog majd nekünk muzsikálni szépen. Hát és azt a fiatal embert, aki a kisbőgőt fogja, vagyis nagybőgőt fogja, szerintem a naményak lassan már hazainak tekintik, Ignác Krisztiánt. Hát akkor a unják, tudják. És akkor van egy nekünk egy nagyon szép dalos pacsirtánk, Komáromi Bak Zsanett, ő is megcsillogtassa majd a szép hangját. És akkor mellettem van az én gyönyörű kislányom, akivel elértem azt, hogy már most már ideje a lányommal táncolni, nem mindig egy táncos partner vagy kolléganővel. Úgyhogy most a lányommal fogok táncolni Kricsfalusi Aminával, és jó magam vagyok, Kricsfalusi Miklós néptáncoktató pedagógus. Úgyhogy így állna fel a Cifra Banda. És jó szórakozást kívánok mindenkinek, fogadjátok nagy-nagy szeretettel őket, vagy is minket. Thank you.
Thank you.
nem vagyok én senkinek sem a dúsa, a dúsa. Én még az én feleségem, én a szanyja, én a szepi, meg annak az anya dúsa. Amikor elérkezünk egy ilyen műsorhoz, és a Cifra Banda ad egy előadást, akár legyen egy fél órás, vagy egy órás, vagy egy 20 perces, vagy akármennyi, mindig előtte meg szoktuk beszélni, hogy na, fiúk, csajok, eztet fogjuk muzsikálni, eztet fogjuk előadni, és ez így lesz jó. De amikor ide kerül a sor, hogy felállunk, és akkor ugye kedves közönségnek elkezdünk muzsikálni, vagy elkezdünk táncolni, okvetlen nem az a dallam megy. Nem, azért nem az a dallam megy, mert a primásnak van egy nótája, az húzza. Ránéz a Danira, Daninak is, és már piramás tudja, hogy mi a Dani nótája, és akkor így egy kevert lemez lesz belőle, és nem beszélek akkor az énekes pacsirtáról, ugye, neki az ug az erdőt szereti, és akkor ránéz a Csab, és már tudta, hogy akkor azt kell muzsikálni. Tehát így van nekünk egy műsor program tervezetünk. Azért hallottunk, egy beregi dallamokkal indított a zenekar, és akkor négy koronaváros egyikéből hozunk egy táncot, egy viski csárdást hozunk, ez Kárpátaljáról érkezett, ez a gyűjtés, nagyon szép, egy polgári tánc. Nevezhessük néptáncnak is, mert annak kell, hogy nevezzük, de ez egy polgári tánc, annak idején úgy táncolták, és mi megpróbáljuk most eladni, fogadjátok nagy szeretettel. Hogy nem bánom, más a hílem az igaz.
Itt a falu így cigány. Jó lesz a bőre mondán, a nénávat a csanyának. Megesz itt a falu végig cigány. Ha te tudnád, amit én kibabája vagyok, én kiszolgáld a szememet a sötétben. Most pedig egy kis erdélyi muzsikát hallgassanak meg tőlünk énekkel. Bye.
ami szemről rá, mindenki meg a dőre. A sárga virág, ha lesz a kék a nála, mit mondanál a bámból, hogy állok? Azt mondanám, verjen meg a teremtő, sosem voltál igaz, szív összedeltő. Azt mondanám, verjen meg a teremtő, sosem voltál igaz, szív összedeltő. Húlya a szél, a kasztány a tetejét, de sok kislány sirajtja, jaj, kedvesét. Három kislány, mi megy a temetőbe, mind a három letérdett el a földbe. Egy közülük felsóhajt a nagyégre, miért is vettem katona szeretője. Egy közülük felsóhajt a nagyégre, miért is vettem katona szeretője. Thank you.
köszönjük szépen. A kedves vendégek, ugye a zenekarral kezdtük beregi nóták, a beregi dallamok, a beregi csárdással. Aztán áttájolódtunk egy kicsit Kárpátaljára, akkor a zenekar visszajött Erdélybe, mert ugye kalataszegi muzsikát hallgattunk tőlük. De azért mégis halljuk őszintén, hogy azért Vásáros Naminban vagyunk, és a bereg szíve az itt van. De kapcsoljuk össze a bereget, a szatmárt, és legyen a miénk ez a tánc, mert ez csak a miénk, a szatmár, szabolcs-szatmár beregi táncok. Tehát ebben már megmutatkozik a verbunk, a lassú csárdás, a friss. Hát ugye a zenekar meg nekik muzsikálni kell. Nekünk meg táncolni kell. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel, és még majd lesz egy kedves barátom, ott ül a Dávid is, majd ide fog hozzám jönni egy kicsit a zenekarhoz. Mert nekünk a szívünk családja, nem csak a zenekarnak, hanem még a Kárpátaljai Táncegyüttesnek. Gyere Dávid egy kicsit ide hozzánk. Ő is azért meg tudja mutatni, hogy milyen szép, egy igazi szatmári fiatalember. Mert ő nagypaládi születésű, és azt tudjuk, hogy a határon átragadta, van itt Kispalád, Botpalád Magyarországon, és az egyik település úgy ott ragadt Nagypalád, az egyetlen szatmári falucska, ami Kárpátalján, úgyhogy ő egy igazi fiatalember szatmár faluból, Nagypaládból. Akkor nézzük a miénket, kedves primás, kedves zenekarom, fordíts a részóra! Leégett a szupja, a széle, a széle, a széle, a széle.
Azt mondja, hogy én kezdtem, csak nincs levegőm. Ilyen fiatalon, hál' Istennek. Na, hát kedves vendégek, mi nagyon szépen köszönjük, hogy így bennünket végignéztek, végighallgattak. De ez nem megyünk messzire. Fiúk söröznek, mert kocsival vannak. Én pálinkázok, mert szeretem a beregi pálinkát, én is kocsival vagyok. A lányom vezet, még nincs sok sia. Úgyhogy el lehet menni egy üdítőre, egy lángosra, és aztán tűzgyújtásra, egy táncházra. Szeretettel invitálunk és várunk minden kedves vendéget. Köszönjük szépen, ők voltak a Cifra Banda, egy nagyon nagy tapsot neki! Na és akkor azt mondják, hogy elmenő ráadásul még egy muzsikát, és aztán majd táncázva. Nézzük meg a bőgős mit tudnám, a harmonikát egyedül láttuk, hallottuk. És kérek egy nagy tapsot akar a bőgősnek, halljuk azt a tapsot. És a bőgőnél nem más, hogy Dignász Krisztián! És akkor egy nagy tapsot, akkor nézzük csak a fürdőjű Szoroki Daninak! Thank you.
hangjára, nem lassított hegedűs primásunknak, Szilágyi Csabának! És még egy nagy tapsakor az énekes pacsirtának, Komáromival Zsanettnek! Ne hagyjuk a tapsok egybe, a Szifra Mandának egy nagyon nagy tapsot kérünk! Köszönjük szépen! Néprajz, ugyanezen a nyomban haladok tovább, tehát itt megint érzelmekről lesz szó és néprajzról, és hát ugye az a címe, hogy én szeretek mindent, hát ez nagy általánosság, nem tudjuk, hogy ki mondta és mire. Kisbábony életék 1941-42-ben, na hát Kisbábony lehet, hogy valaki hallott már a faluról, hogyha nem, akkor majd elmondom, hogy mit lehet róla tudni. Azt pedig, hogy mi az, hogy életkék, rögtön feloldom azt, hogy nem egy színváltozatról vagy színárnyalatról van szó, hanem az életke többes száma. Csiszár Árpád múzeum alapítónak a munkásságáról lesz szó a következőben, mégpedig egy olyan témáról, amelyet ő neki kezdett, de igazából ez megmaradt kéziratban, és akár a tudományos, akár jelen esetben az ismeretterjesztő előadás szerint továbbgondolásra érdemes. Mindkét nyomvonalon megpróbálok haladni. Az egyik nyomvonal az most éppen itt önök előtt látható. Hát itt látjuk a fiatal Csiszár Árpádot, ugye Schneider fiatalember, de van itt egy másik fotó, egy pár évvel későbbről, és hogy mondjuk is el, hogy miről van szó. Hát a fiatal Csiszár Árpád ugye már a teológián megismerkedett Gere Erzsébettel, és aki később a felesége lett. Ő a teológia, mármint Gere Erzsébet, a teológia elvégzése után szociális gondozói tanfolyamot végzett, és a Halmi járás szociális gondozója volt, részt vett a kormány Oncsalház akciójának lebonyolításában. Én, mármint írja önéletrajzában Csiszár Árpád, a szamosai munkám után még Erdélyben tettem egy hónapos kerékpáros körült a Domai Miklós barátommal, na akkor készült ez a kép. Hát ugye még a házasságkötés előtt gyorsan használjuk ki az utolsó szabad napokat, szabad heteket, ő is így gondolta, kerékpározni ment a barátjával. Utána összeházasodtak, és ahogy már szó volt róla, Gere Erzsébet szociális munkát végzett Halmiban, és utána Csiszár Árpád pedig a szomszédos Kisbábonyban nem volt tanító, folytatja a visszaemlékezéseket, és beálltam tanítani. Kenyérnek valóban, tüzelővel fizettek, én kerestem meg a konyhára valót, a feleségem a pénzt. Különleges falu volt Kisbábony. Kisbábonyról elmondom azt, hogy ugye a mostani Románia területén található, akkor éppen megint Magyarországhoz tartozott, ugye ebben az időszakban. A nagyon vegyes lakosságú területen Temesváraljával és Szőlős Gyulával Kismagyar sziget volt, egész elzárt életmóddal. Sajátos ősi kultúrát hordozott. Itt még gálapával gyújtották meg a lámpást, és a házasodni szándékozó fiatalembert először próbaházasságra fogadták néhány hétre. Erről is ő gyűjtött egyébként adatokat. Mármint nem a személyes tapasztalat alapján, mert ő már akkor ugye házas ember volt. Szóval, az iskola, míg ott voltam, inkább volt napközi otthon, mint iskola. Tankönyv sem volt, előzetesen hosszú volt a tanítóhiány is. Igyekeztem megismerni a gyermekek életét, és erről lesz szó a következőkben. Hát annyit még el kell mondani a későbbiekről, hogy ez egy átmeneti állás volt, ez a kisbábonyi tanítóskodás.
gyalog kellett például Halmiból átjárni, és ő aztán ott a járásbíróságon bíróként helyezkedett el. De hogy mit írt még a Kisbábonyról és a környékéről? Amikor én ide jártam tanítani, akkor nagyon sokat jártunk ki a feleségemmel a hegyre. Délután már mind a ketten ráértünk, mentünk Szőrös Gyulára, közben széjjelnéztünk a környéken. Nagyon érdekes volt itt a népesség összetétele. A Halmi az magyar meg zsidó hely volt. Aztán ott volt mellette három falu, Kisbábony, Temesvárai és Szőrös Gyula. Ezek tiszta magyar falvak voltak. És akkor még ott voltak mellette oláh falvak, tehát román falvak, és volt ott egy Túrterebes nevű sváb falu volt, szóval egy fantasztikus vegyes lakosságú vidéken töltött ezt az időszakot Csiszár Árpád és a felesége. A Bábony az egy nagyon zárt közösség volt, például csak egymás közt házasodtak, különlegesek voltak a szokásai. A külső világban valahogy nem találták a helyüket, nem tudtak viselkedni. Úgy hívták őket, hogy a bábonyi bimbó. Mikor azonban az ember közelebbről megismerte őket, akkor láthatta, hogy milyen rendezett, különleges kultúrájuk van. Nagyon szerették Csiszár Árpádot, például hívták papnak is, de aztán másképp alakultak a dolgok. Pedig neheztelhettek volna rám, írja megint Csiszár Árpád, mert bizony, amikor én tanítottam az iskolában, abban az időben rengeteg volt a tetű. A fejtetű meg a ruhatetű országszerte, és én azt az iskolás gyermekekből kiirtattam. Az volt a módszerem, hogy vittem magammal egy nagy ollót, azt letettem az asztalra. Minden nap megnéztem a gyermekek fejét és ruhagalériát. Annak a gyermeknek, amelynek tepves volt a ruhája vagy a feje, annak azt mondtam, hogy ha holnapra nem lesz petróleumos a haja, akkor én azt le fogom vágni. Aztán úgy volt, hogy másnap jött petróleumos haja, és az úgy kijölte belőle. Akkor azt mondtam, hogy holnapra ecetes vízzel megmosod a hajadat, és úgy jössz el az iskolába. A módszer bevált, úgyhogy Bábonyban eltűnt a tetű. Amikor jött a tiszti orvos ellenőrizni, csak csodálkozott, hogy a bábonyi iskolában nincs tetű. Szóval így volt ez az időszak. Elnézést. És akkor nézzük Kisbábonyt. Ugye itt van olyan fénykép, ahol már a bábonyi gyermekek láthatók, és itt Gere Erzsébet, ugye az a hölgy a gyermekek mellett, ő a Csiszár Árpád felesége, és a másik képen is a kisbábonyiakat lehet látni, a kisbábonyi gyerekeket. És ugye már szó volt arról, hogy foglalkozott sok minden dologgal Csiszár Árpád néprajzi szempontból. Kisbábonyi időszaka alatt például összegyűjtötte a gyógyításokat, a babonákat, a ráolvasásokat. A későbbi évtizedekben már, mint a múzeum vezetője, igazgatója, kutatója folytatta ezt itt Berekben, Gerdélybornya és egész Berek kapcsán, de már akkor, ezt az 1941-42-es időszakban is foglalkozott ezekkel a dolgokkal, de ugyanúgy, ahogy már említettem, a párválasztás is ugyanúgy az a téma volt, ami egyrészt nagyon felkeltette a figyelmét a különlegessége után, és hát egyáltalán ezeket összeírta az ő sajátos kézírásával. Ugyanígy feljegyzéseket csinált arról is, hogy kik voltak azok, akik abban az időszakban elmentek Bábonyból Amerikába, hát ugye ez országszerte általános volt itt, Vásárosna még volt, Berekből, Szatmárból is rengetegen elmentek Amerikába. Van, aki ott maradt, van, aki pedig később visszatért, valamicske kis szerény megtakarított pénzzel. Hát ő ezeket is összegyűjtötte részletesen. És hát volt neki egy olyan szellemi motivációja, hogy miért is csinálta ezeket az összeírásokat, felméréseket, miért érdeklődött ezek iránt, a dolgok iránt, mégpedig abban az időszakban ugye már javában működött az a falukutató mozgalom, amely megpróbálta feldolgozni és szépirodalmi szakmai eszközökkel a nagy közönség elé tárni a megélt tapasztalatokat, hogy hogyan él a vidék Magyarországa, hogyan él a vidék lakossága, elsősorban a szegény paraszti vagy cseréd rétegek, hát ugye ezekről kitűnő munkák születtek, elég, hogyha a Éhes Gyula Puszták népére gondolunk, vagy Féja Géza
műveire, de ugyanígy Kovács Imre, Kis Lajos, és folytathatnák a sort, de az egyik köztük is az egyik legkitűnőbb kutató volt Szabó Zoltán, akiről egy fiatalkori fényképet is hoztam, aki biztos ismerős abból a szempontból, hogyha azt mondjuk, hogy cifra nyomorúság, ugye ezt a kifejezést is hallottuk már, ő írta azt a könyvet, amelyben a matyó településeknek a különleges életmódját rögzítette. Ez volt az a cifra nyomorúság, ugye amikor mindenki nagyon szépen kiöltözött és iszonyatos adósságba verte magát, hogy szép és különleges legyen a ruhány, de közben az éhezés és a nyomorúság volt a másik oldalon. De készített abban az időben, a 30-as években egy másik könyvet egy közeli faluról, az pedig a Tardi helyzet volt. A Tardi helyzetben fogalmazta meg azokat a kérdéseket, amelyeknek valamilyen változatát Csiszár Árpád és a kisbábonyi gyerekeknek odaadta a kezükbe, mégpedig azokat a kérdőíveket, hogy ami a legfontosabb, hogy mit tettem ma, mit csináltam, mit csináltak a szüleim, a testvéreim, és ebből levonta a következtetéseket. Maguk a kérdőívek, a kitöltött kérdőívek is már döbbenetes képet mutatnak arról az időszakról, és itt éppen Kisbábonyról, de hát mondom, ez nem egy elszigetelt jelenség volt. De Csiszár Árpád, akinek a kéziratai között megvan, éppen a falukutató mozgalomról is egy olyan kézirat, amit még soha nem publikáltunk, ugyanígy felhasználta ezeket a kérdéseket, és ő is megpróbált következtetéseket levonni. Tudtuk azt éppen az önéletrajzában is megjelent gondolatok alapján, hogy ő ezeket elvégezte, ezeket a kutatásokat, de sokáig mi nem tudtuk, hogy hol vannak ezek. És hát tudtunk róla, de egészen véletlenül Renáta kolléganőm keresett valamit a raktárban, és megtalálta Csiszár Árpád 1940-es évekbeli feljegyzését, az eredeti füzeteket. Itt látható az egyik. Ott fel is vannak sorolva ugye a pontos dátummal azok a kérdések, amelyek akkor a gyermekek kezébe kerültek, és nekik arra válaszolni kellett. Szóval előkerültek ezek a füzetek, és most először látjuk azt, hát az idősebb kollégák, ők tudták biztos, hogy hol vannak, de abban nem vagyok biztos, hogy emlékeztek volna rá, mert már olyan sokat pakoltunk az elmúlt tizenvalahány évben, hogy ők azért nem tudják, hogy mi hol van, mert már nem ott van, mi meg azért nem tudjuk, mert eredetileg se tudtuk, hogy mi hol volt. A múzeumi kutatás az nem csak arról szól, hogy kint valamelyik faluban találunk valamit, hanem az a raktára is vonatkozik, tehát a raktár az egy terek a néprajzi szempontjából. Szóval, itt vannak ezek a derék gyerekek, a kisbábonyi lakosság, ugye akkor is egy pár száz fős lakosságról van szó, ma is kb. 400 valahányan laknak Kisbábonyban a mostani Románia területén, és ugye itt van az első kérdés, amire minden gyereknek válaszolni kellett. És most akkor egy mutatvány belőle. Mit tettem ma? Hát nézzük meg csak, éppen azért, hogy lássuk, hogy mi volt igazából a táplálkozás. Reggel perdelt tésztát kenyérrel, délben perdelt krumpli leves kenyérrel, aztán este perdelt tésztát kenyérrel. Következő nap kávét kenyérrel reggel, délben krumpli tokányt, és kávét kenyérrel. Aztán málítását este tejvel. Következő nap pergelt tésztát kenyérrel, aztán krumplitokányt ugorkával, ez már valami, itt van valami nagyon hasznos dolog is, aztán savanyú leves kenyérrel. Reggel tokány, krumplileves kenyérrel, málítását, aztán a változatosság kedvéért, most mondom idézőjelben, kávét kenyérrel, aztán savanyú leves kenyérrel, száraz tésztával, és krumpli leves kenyérrel. És akkor, hát ugye ez egy átlagosnak mondható táplálkozás abban az időben, hiszen van ott olyan, nem hoztam róla diák, de például Illés Kálmán diák azt írta, hogy például az egyik napon reggel kenyér, délben habarpasszújt, aztán perdelt tésztát. Február a következő napon, hát ott éppen semmit nem evett,
aztán a következő napon reggel és délben passzújt evett, este meg már semmit nem evett. A következő napon saját bevallásás szerint reggel és délben nem evett semmit, este pedig kenyeret evett. És ugyanezek a elkövetkezendő napok, kenyér, semmi, leves. Hát ez elég megdöbbentő. Ebből persze utána levonta a következtet, összeszámolta, tehát most ugye statisztikának mondjuk, ő ezeket szépen végigvette, hogy hányszor mit tette, azt is tudta, hogy ahol volt valami húsféle, nagyon kevés hely, ott volt disznó is, tehát hogy tartottak állatot. Ahol nem, ott mindent vásároltak, ahogy tudtak. Aztán volt egy ilyen kérdés ebben a kérdőjében, hogy mit csináltak a testvérek, tehát az életmódról is megpróbált minél több információt összegyűjteni. Hát például itt az egyik gyereknek a Róza nevű testvére, máma horgolta a zsebkendőt és a fonalat rakták fel édessel, vagyis az anyukájával. Pali, a másik testvér, oda volt a vására ökröt venni nekünk. Róza egész nap a fonalat szapulta. Pali fáért volt nekünk, és fát vágott nekünk. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert volt, amikor eladásra vágtak fát, és mondjuk követ vittek eladásra. Róza súlykot, mosogatott, sepregetett, Pali fát vágott nekünk, és fáért volt nekünk. Róza máma sepregetett, mosogatott és kézi munkát, Pali fát vágott nekünk. Hát ez volt igazából az élet a gyermekek számára. Persze, ahol kisebb gyerek volt azoknál a kérdéseknél, ott főleg a játszás a nagyon kicsiknél, de ahogy egy kicsit már nagyobbak voltak és lehetett rájuk bízni valamit, akkor az a munkával, illetve jobb esetben még tanulással is telt. Nagyon fontos volt, hogy mit csinálnak a szülők. Közben ezek a képek az eredeti Csiszár Árpád által készített kisbábonyi fényképek, tehát ezek az akkor készült fényképek, erről a lakosságról, amiről most éppen szó van. Azt mondja apai Ferenc, hogy mit csinált ugye ma az apám? Étetett, fát vágott, rágyát hordott. Másnap fűrészelt, fát vágott, étetett. Fát vágott, étetett, szénát hányt, tehát szénát hányt. Fát hozott a lázról. A láz, ez most nem a hőemelkedés jelenti, a láz az az erdei írtás, tehát egy ilyen fától kiírtott erdő rész, étetett, itatott, és édesapám a templomba volt a következő napon. Mit csinált ma anyám? Hát a anyám ugye főzött, ugye még egyszer nekirugaszkodott február 11-én, ma anyám főzött és fogdozott, vagyis a ruhákat megfoltozta. Ma anyám főzött, sütött és tekert. A tekerthez odaírt a Csiszár Árpád szemüzávot, vonalat tekert. Tehát ugye az akkori munkákat, ez február, tehát akkor kellett ezt megcsinálni. Ma anyám reggel főzött, nappal súlykolt, estére főzött. Ugye reggel is főzni kellett, este is főzni. Ma anyám reggel főzött, nappal fódozott, estére főzött. Ma anyám reggel főzött, nappal a templomban volt. Ezek ismétlődnek folyamatosan a többi válaszolóknál is. Egy kis változtatása, hogyha volt valakinek valami speciális dolga, például el kellett menni halmiba nagyon sokszor, lisztért, cukorért, bármiért, vagy húsért, aki ugye nem tartott állatot, annak még az is egy külön félnapos program volt, vagy akár egész napos, hogy ezért elment halmiba, vagy postára kellett menni, vagy valami hivatalos ügyben. Hát itt látjuk az akkori asszonyokat a kisbábonyi népről. És hát nagyon fontos volt, hogy készítetett a gyerekekkel számadást is Csiszár Árpád. Hát tulajdonképpen ez egy ilyen bevétel és kiadás Excel tábla, korabeli viszonyok szerint ugye abban az irkában. Hát csak érdekesség éppen, hogy lássuk, hogy milyen bevétellel számolhattak ezek a szegény kisbábonyi emberek. Hát ha el tudtak adni két csupor tejért, akkor kaptak érte 60 fillért. Egy szekér követ vitt az útra édesapám, és akkor ahol is volt egy kis bevétel. Akkor megint a tej, hogyha ugye volt tehén otthon, akkor ez egy bevételi forrás volt. Egy szekér hű, tehát itt megint egy szekér követ adtak el. Tej, és aztán volt még, hogy egy szám kő az útra, és megint a tej.
hát nagy sok minden bevételre nem volt. Aztán mire költöttek? Gyufár, ugye? Egy pakli gyufát, egy kiló sót, pezsgőt, vagyis pezsgőt, de most nem a törleire kell feltétlenül gondolni. Gondolom kitalálják őrök az idősebben. Szódabikarbonáról van szó, de szoldát is, vagyis szódát is vettek. Egy pakli dohány, aztán kiló só, cukor, de nem nagy mennyiségek, köleskása, ecet, zöldség, kávé. A kávénál is ugye érdekes volt, hogy nagyon sokan ugye beírták, de nem ezt a mostani omnia kávét itták a gyerekek természetesen, hanem ilyen pótkávét, a ciklónia kávét fogyasztottak akár főétkezésnek is. Hát jött egy nagyon izgalmas kérdés, ugye itt már a gyermekek fantáziai, a vágyai jelennek meg, hogy mit szeretnének, először is mit szeretnének enni. Ez egy nagyon alapvető kérdés. Láttuk, hogy mit ettek, de mi az, amit nagyon szeretnének, ami a legrettenetesebb, vagy legvadabb kívánságaiban megjelenhet. Nézzük el egy példát. Azt írja ez a kisfiú. Én szeretnék enni túrós tésztát, húsleves, brézlis tésztát, szárazon, törpaszújt, vagyis törpaszújt, havarkását, teljes tokán. Egyébként is azt tették, de ő még ezt még jobban szeretné, vagy többet. Perger krumplileves, káposztás paszújt, havarpaszújt, töltött káposztát, hát itt azért ez már nem semmi. Paprikás mátást is szeretne enni. Van, aki azt nem szereti, ő azt nagyon szeret. Paradicsom, mártás, az megint a kívánságlistán van, a krumpli tokány is, káposztás száraz tésztát, zsíros tokányt, zsíros száraz tésztát, kolbász, szalonnát, káposztás, béles, most önnek az elérhetetlen. Mákos béles, túrós béles, legváros béles, mákos béles, ja, az már volt, nem is. De mákos béles nagyon szeretett volna enni. Ez volt a legnagyobb kívánság. Mit nem szeretnék enni? Mi az, amit nem akarok enni? De muszáj. Látjuk, elhoztam egy részletet. Rántott paszúj elég volt. A rántott savanyú levesből is már tele van a padlás. Káposztás, puliszkát, ő ezt nem szerette volna enni. Hát hasonló dolgok, főleg a nagyon megunt, szinte minden nap fogyasztott, és hát valljuk meg őszintén, nem a legváltozatosabb ételekből kerültek ki azok az étek, amelyek erre a szégyenlistára kerültek. Aztán valaki így válaszol. Mit nem szeretek enni? Én szeretek mindent. Hát, ez is egy válasz, és azért ez... Van az a helyzet, amikor nincs olyan, amit nem szeretünk. Jött a következő kérdés. Mit szeretnék venni? Na hát itt aztán beindulhat a fantázia. Amire nincs pénz, de mégis, hogyha egyszer lenne, az nagyon sok pénz. Én egy öltözett ruhát, egy pár csizmát, meg egy kalapot, egy villanylámpát, nem így van írva, de azt akarta mondani, egy zsák kockacukrot, egy egész zsák kockacukrot szeretett volna. Meg egy másik apró cukrot. Meg egy szárkolbász is. Az is jó lett volna. Ezek azok. Többiek válaszoltak olyanokat, hogy például lányok, hogy pántlikát, blúzt, harisnyát, bugyogót. Elérhetetlen kívánságok. Nevetünk rajta, lehet, nem tudom. Nem voltak, hogy automobilt senki nem akart venni, pedig akkor már volt. Lehet, hogy ők is láttak már egyet-kettőt életükben beszélő. Jött a következő kérdés, ha majd nagy leszel. Mi szeretnél lenni? Hát itt is nagyon érdekes dolgok voltak. Azt írja Illés Kálmán. Oda is írja, hogy Illés Kálmán írta. Mi szeretnék lenni? Én szeretnék lenni úr, és jó dolgom volna, hát most ez a helyesírás is, ugye látjuk, hogy milyen szinten tudtak helyesírni a szegény gyerekek. Én szeretnék, ha már kikerültem, volna az iskolából, mert már tudnék jól írni, olvasni, számolni, és akkor nem kéne járni az iskolába. Ha úr lennék és már ember, akkor volna ökröm, lovam és szekerem,
akkor gazdag volnék, vagy nák, nem szegény, mint most, és akkor küldnék egy levelet, hogy jöjjenek oda, mert ott jó van a helyzet, van minden, nem úgy, mint bármilyen, mert ott szegény is megélhet, ott egy tányér lisztért nem kell kiadni egy pengőt, és ott jól van az helyzet, nem mint bábonyon. Hát ez a helyzet. Van egy másik gyermek, aki azt írta erre a kérdésre, hogy mi szeretnék lenni, a Magsai György. Én gólya szeretnék lenni, mert a gólyának jó nyáron. Mikor nyár felé eljönnek, akkor leszállnak a háztetőkre, és kerekelnek. Hirdetik, hogy itt a nyár. És mikor érzik már, hogy kezdenek a napok hűlni, és érzik, hogy közeledik az ősz, akkor elmennek melegebb vidékre. De akkor én is szeretnék velük menni, ellátogatni oda. De visszajönnék, nem csak télen vagynak, mert csak télen vagynak oda. Mert a fészküket nem hagyják el örökre. De mikor érzik, hogy közel a tavasz, akkor csak visszajönnek az elhagyott fészkükre. Azért jó a gólyának, mert csak vándorolnak egyik országból a másikba. A gólyák nem sokára megint visszajönnek. Én azért szeretnék gólya lenni, mert a gólya, mikor idejön, nem dolgozik semmit, hanem csak megigazítják a fészküket, és mennek a tópartjára békákat fogni, és a kicsinyeiknek. És azért jó gólyának lenni, mert az ellátogathat Budapestre is, ha kell. Mert csak repülni tud. Hát ez is egy válasz volt. Következő kérdés. Hol szeretnék élni? Hát a legtöbb gyerek valami nagyon távoli vidéken szeretne élni. Én a Bácskába szeretnék élni, mert a Bácskába nagyon jó a föld, és kitűnően terem, és ott volna mit enni. És nem kellene a hadira szorulni már, mint erre a jegyrendszerre, a hadira szorulni, mert az nagyon keserves. Azért volna ott jó élni. A másik azt írja. Én ott szeretek lakni, ahol a szüleim, ahol születtem, az én testvéreim vannak, és ott, ahol a szüleim vannak, vagy vannak. Hát ő ott szeretne. Ez is minden érdekes. Persze volt, aki azt írta, hogy Budapestre, nagyon sokan írták azt, hogy Szatmárban szeretnének élni, mert Szatmár méneti, tehát ugye a központban, a legnagyobb város, ami eddig az ember ellát. Szatmárban ott minden van. De még van, aki azt írja, hogy Halmiban is nagyon jó, ugye a szomszéd falu, vagy kisváros, ott is nagyon jó lenne élni, mert ott is van minden. Márhoz képest mondjam, ami Bábonyban van. Ettől messze senki nem gondolkozik igazából. De legtöbben azt válaszolják, hogy ott élnének, ahol most is élnek. Aztán volt egy ilyen nagyon furfangos kérdés, hogyan rendezném be az életem? Hát mit válaszoltál az egyikük? Én Budapesten úgy rendezném be az életemet, hogy vennék egy nagy palotát, vennék bele bútrot, kályhát, egyik szobába szövetkezetet nyitnák, a másikba pedig a rőfös üzletet nyitnák, és ebből élnék. Vennék egy vagonfát, hogy volna egy darabig mit tüzelni. Amerikaiban csak addig élnék, míg a háború tart, azután hazajövök Budapestre, mert csak jobb otthon. Tehát ugye neki volt egy amerikás álma is. Hát itt is nagyon sokféle válasz született, de a legtöbb tényleg csak arról szól, hogy azt az életet valamiképpen egy kicsit jobban megélni. De nem elbaszoló dolgokról van szó. Tehát, hogyha már valami kerékgyártó mesterséget kitanul valaki, akkor már jó. Hogyha tényleg, ha van egy bolt, akkor már van mit enni. Van, aki azt mondta, hogy mészárszéket nyitta, mert akkor lenne mit enni legalább. Nem szeretsz minket? Dehogy nem. Te középvaló vagy, ugye? Igen, középvaló vagyok. Vigyél
magadnak. Nem. Mindnyájan szégyeljük az apádat. Gyáva. Meg ne hallja még egyszer, hogy ilyet mondasz az apád, Robert, nem gyáva. Azt hiszed az apától, aki fegyvert visel? Az apád sokkal bátrabb, mert ő a felelősséget viseli. Értem meg a testvéreidét, meg az anyádét. Olyan az ő felelősségük, mint egy hatalmas, mázsás szikla. És belegörbül a hátuk annyira, hogy csak a sírban lesz egyenes. És senki se kényszeríti rá őket. Azért csinálják, mert szeretnek titeket. Bennem soha se volt meg ez a fajta bátorság. Nap mint nap dolgozni, mint egy állat, és azt se jutva, hogy lesz-e haszna. Ez a bátorság. Kezdtem soha. És nem is kezdtem. Csiszár Árpád összeírta, levonta a következtetéseket, hogy meddig terjed az a lehetőség, vagy milyen vágyak, kifelési lehetőségek vannak a báboniak számára. Ő ifjú hévvel és tudós emberként megfogalmazta, hogy mit kéne, vagy mit lehet másképp csinálni. De hát ezek a báboniak nem olyanok. Ezek ragaszkodnak ahhoz a kicsihez akkor is, hogyha nem tudnak benne jól megélni. Nem akarnak igazából változtatni az életükön, nem ismerik fel azokat a dolgokat, amelyek alapján egy kicsit más, vagy sokkal magasabb színvonalon tudnának élni. Ez a filmklasszikus biztos ismeri mindenki, ugye a Hét Mesterlövész című híres amerikai western film, amelynek az egyik jelenetét hoztam ide. Arra válaszul, hogy de, hogy ha már egy kicsit idősebb az ember, kicsit másképp látja, mint mondjuk az ifjú Csiszár Árpád, akkor azt az egész életet egy másfajta perspektívába is lehet nézni. Erre próbáltam én ezt a kis filmet behozni, aztán gondolkozzalak el rajta. Köszönöm szépen! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. A híradásokból is már bizonyára sokan értesültek arról, hogy ebben az évben, 2023-ban több híres személyre, illetve eseményre is emlékezünk. Az egyik ugye Kölcsey Ferenc révén a himnusz megírásának 200. évfordulója, a másik pedig Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója. És ahogy a címben is látják, ugye sír szélkele most, mint sír szerekér, írja Kölcsey Ferenc a Huszt című művében. És az előadásomban is sírokról lesz szó, így többes szám is majd hallani fogják, hogy miért van a címben többes szám a sírhelyen kapcsolatban. Tehát nem Petőfi Sándor lesz az előadásom középpontjában. De mielőtt rátérnék a sírhelyekre, először szeretnék egy néhány szót szólni az Kölcsey Ferencnek az életével, illetve a halálával kapcsolatban is. De 1790-ben született, augusztus 8-án a születési anyakönyvi kivonatának bejegyzéséből tudjuk ezt. És egy nappal később, augusztus 9-én keresztelték. Ja, tekintetes Kölcsey Péter úrfiát, Ferencet keresztelte 9. augusztus keresztasszony J. Mihály Dinék asszony. Ez a keresztelési anyakönyvi bejegyzése. Ugye irodalmi tanulmányainkból is tanultunk Kölcsey Ferenccel kapcsolatban, hogy hogyan is halt meg, illetve mi volt a halálának az oka. Ugye hivatalos ügyben fehér gyarmatra indult, de ugye megázott, elkapta egy eső, és közel egy héttől leforgása alatt elhunyt. Az életével kapcsolatban még azt fontos elmondani, hogy ugye a fehér gyarmatot említettem, de 1815-től ő és testvére Kölcsey Ádám Csekélyre költözött, és kisebb-nagyobb megszakításokkal Kölcsey Ferenc haláláig Csekélyen élt. Azon a Csekélyen,
amelyet csak 1907-től hívnak Szatmár csekének. A korábbi bejegyzésekben és információkban mindig cseke szerepelt. És halálával kapcsolatos halotti anyakönyvi bejegyzésből elmondható, hogy beírás napja augusztus 25. Halhó neve Kölcsei Ferenc, állapotja nemes, életesztendeje 49, tehát 49 éves korában hunyt el, nyavajája forró láz, tehát hogy miben halt meg, és halála napja augusztus 23. És eltemettetésének módja tanítás. Van, akit énekszóval, van, akit tanítással temettek el. Tehát közel egy hét alatt elhunyt, miután ugye beteg volt, és halálával kapcsolatban nagyon fontos forrás az ő unokahúgának, Kölcsei Antóniának a naplója. Ő a naplóját 1838 és 44 között vezette, és írt többek között Kölcsei Ferencnek az életéről, haláláról, de a Kölcsei családnak a szokásairól is, vagy éppen arról is, hogy milyen nehéz élete volt az akkori parasztságnak. A másik fontos forrás még szintén a halálával kapcsolatban Óbernyi Károlynak a naplója. Óbernyi Károly a kis Kölcsei Kálmánnak a nevelője volt, de Kölcsei Kálmánhoz írta a Paranézis című művét Kölcsei Ferenc. És mind a kettőjük, tehát Kölcsei Antónia is, az unokahúga, és Óbernyi Károly is a naplójában azt írja, hogy augusztus 24-én 10 óra körül, vagy 10 órakor hunyt el. Tehát ők úgy emlékeznek, hogy augusztus 24-én hunyt el, hogy ott az anyakönyvi bejegyzés szerint augusztus 23-án. A halála időpontjának ez a eltérő szemlélete, és ez a ellentét, ez a későbbi híradásokban is meg fog jelenni, majd látni fogjuk, hogy például halála századik évfordulóján, tehát 1938-ban is az újságok hol augusztus 23-át jelölik meg, hol augusztus 24-ét a halála napjául, tehát így hivatkoznak a halálára. Halálának a századik évfordulóján pedig majd a síremléket is tudnak neki állítani, de korábban is volt a költőnek síremléke, de nem azonnal. Így például a halála után nem került rögtön síremlék a sírja fölé. És hogyha nem haragszanak, akkor egy kicsit mégiscsak beleszőném Petőfi Sándort az előadásomba, ugyanis Petőfi Sándor 1848 előtt is tudjuk az írásokból, hogy járt csekén. 1846 őszén pedig néhány hetet csekén töltött. És Úti levelek című írásában egy évvel később, 1847-ben azt írja többek között Kölcsei Ferenc sírjával kapcsolatban. Badalóval csak nem szemközt fekszik Tiszán innen Cseke, és a csekei temetőben Kölcsei Ferenc. Tavaly ősszel egy pár hetet laktam itt, s meglátogattam a szent sírt, amelyben a legnemesebb szívek egyike hangod. Halmánál nincsen kőszobor, még csak fejfa sincs, melyre neve volna fölírva, de nincs is rá szükség, mert az odalépő vándornak szívdobogása megmondja, ki van ott eltemetve. Kölcsei Ferenc sírját valószínűleg ilyennek láthatta Petőfi Sándor, ahogy a képen látjuk. A Kölcsei családdal rokon Kende család egyik tagja, Kende Gyula és felesége Szuhányi Laura 1854-ben állítatott síremléket Kölcsei Ferenc sírja fölé. Így nézett ki régen, és a felirata Kölcsei Ferencnek emlékül 1854. A másik képen pedig az 1848-as, 49-es
forradalom és szabadságharcban részt vett csekély honvédek állnak a síremlék előtt. A kép pedig 1907-ben készült. A századik halálának századik évfordulóján, tehát 1938-ban elhatározták, hogy egy új, egy méltóbb síremléket emelnek a költő sírja fölé. És ugye Trianon után vagyunk, és Szatmár, Rogocsa és Bereg közigazgatásilag egyenlőre egyesített vármegye Alispánya látható a képen, Strejher Andor, akit felkért az Országos Költségi Egyesület, hogy vegyen részt, Csiszár Árpádot kérték fel az Alispánon keresztül, hogy vegyen részt Költségi Ferencnek az exhumálásában. Csiszár Árpád látható a képen teológus korában. És felvetődhet a kérdés, hogy miért éppen Csiszár Árpádot választották ki erre a feladatra. Ennek az lehet az oka, néhány olyan dolog, amit talán kevesen tudnak Csiszár Árpáddal kapcsolatban. Például az, hogy hivatását tekintve ő református lelkész volt, de a Tisza István Tudományi Egyetemen Debrecenben nem csak teológiával kapcsolatos kurzusokat hallgatott az egyetemen, hanem tanult például filozófiát, földrajzot is, illetve a régészeti tanszéknek a megnyílása után, miután megnyitották, ő a Roska Mártonnak, a régész professzornak is hallgatta az óráit. Később pedig kapcsolatba került a Déri Múzeummal is, és annak az akkor igazgatójával, Sőrégi Jánossal is, aki régészként dolgozott. És ugye ennek van bizonyítéka is, Csiszár Árpád lelki könyvét láthatják a képen, tehát Roska Márton írt alá, hogy elvégezte a régészettel kapcsolatos kurzusokat. A teológia elvégzése után Csiszár Árpád pedig néhány barátjával elhatározta, hogy indítanak egy folyóiratot. És ebben a korábban már látott Strejher Andor Alispán is támogatta őket. És ez volt a Hármas Határ nevű folyóirat, ebben novellákat, verseket, könyvismertetőket és tanulmányokat lehetett olvasni. És Strejher Andor Alispán volt a szerkesztő bizottságnak az elnöke is. Publikált egyébként a Hármas Határban például Lubi Margit néprajzkutató, Szabó Lőrinc és természetesen Csiszár Árpád is. Csiszár Árpád végezte tehát az exhumálását a költőnek, ő ott volt az exhumáláson, és erről egy kisebb méretű füzetben kézírásos feljegyzéseket készített. Ez a füzet a Beregi Múzeumnak a történeti adattárában is látható, csak éppen is azt láthatják. Felirata pedig Csiszár Árpád, Költségi exhumálása 1938. augusztus 8-án Szatmárcseke. És ugye kézírásos feljegyzések is látható, de azt is lerajzolta, hogy hogyan nézett ki a sír belülről, miután megmutották a sírt. De augusztus 8-án történt át az exhumálás, és a Beregi Múzeum fotótárában képek is, fotók is vannak az exhumálásról. És az exhumálásról később Csiszár Árpád tanulmányt írt a Hármas Határ folyóiratnak a Költségi Emlékszámában. A fotótárunkból látható képeken a megnyitott sírt láthatjuk. A sírról le lehet mondani, hogy 2 méter hosszú, 2,5 méter széles volt és 1,5 méter magas. Kelet-nyugati tájolású volt, de a keletről le volt betonozva, tehát lezárták a sírt, illetve észak-dél irányban boltozott is volt, mert hogy téglából építették a sírt. A sírbolt megnyitása után Csiszár Árpád több, talán nem csak számára meglepő dolgot tapasztalt. Az egyik az volt, hogy a régi síremlékre, hogyha emlékszünk, akkor annak az volt a felirata, hogy Költségi Ferencnek emlékül 1854. Tehát ez alapján is valószínűleg jogosan gondolhatta Csiszár Árpád is azt, amit oly sokan, hogy a sírban egyedül Költségi Ferenc nyugszik.
De ugye az exhumálás során látniuk kellett, hogy ez nincs így, ugyanis hárman nyugodtak a sírban. Kölcsei Ferenc testvére, öccse Kölcsei Ádám, aki még 1827-ben elhunyt, illetve Ádám nevű öccsének a felesége, Szuhányi Józefa, vagy Józsefin. Ő hunyt el legkésőbb, Józsefin. És az exhumálás során az volt még a nagyon meglepő Kölcsei Ferenc exhumálásakor Csiszár Árpádnak, hogy a terület nagyon veszélyeztetve volt a tiszai árvizek, illetve a belvíz miatt is. Tehát a területet gyakran elérte a tiszai árvíz, annak ellenére, hogy maga a temető az nagyon magas helyen feküdt, ha csak nem a legmagasabb pontján csekélynek. Mégis nagy rombolást vitt véghez a sírban. A síról elmondható, hogy a talajvíz, illetve az árvizek miatt a koporsok korhadtak voltak, és középen be voltak hajolva, illetve a csontok nagy részét éppen emiatt rendezetlenül és sokszor a homokkal együtt vegyesen találták meg. A sír rendetlenségének ez a fajta oka, az más gondolt erről a rendetlenségről a család, a Kölcsei család, illetve a családi hagyomány, hogyha lehet így mondani, és más gondoltak a falusiak, a csekélyek. A családi hagyomány tudni vélte, hogy Kölcsei Ferenc halála után a sírt többször is megnyitották, mert végrendeleteket keresett a család. És a családi hagyomány szerint Szuhányi Józsefin, aki legutoljára elhunyt, ő azt kérte a még élő családtagoktól, hogy helyezzenek a feje alá különböző iratokat, és valószínű, hogy ezt kereshette a család többször is. A falusi szájhagyomány egyébként Kölcsei halálával kapcsolatban is más gondolt, mint ami a valóság lehetett. Ő szerintük Kölcsei amiatt halt meg, mert megmérgezte magát. És úgy gondolták, hogy Bécsből jönni fognak Kölcseiért, mint ahogy később az aradi 13-ért is jöttek szerintük Bécsből, és mielőtt ez megtörtént volna, megmérgezte magát a költő, és ők ezt így gondolták, és állítások szerint, amit egyébként Csiszár Árpádnak is elmondtak, hogy 22 vasas német jött Bécsből, és iratokat kerestek, felbolygatták a sírt, és a nedves iratokat elkezdték szárítgatni, mert ugye ők találtak a sírban iratokat, és azt miután megszárították, Bécsbe vitték. Állítólag azért keresték az iratokat, mert bizonyítani akarták az iratokkal, hogy felségárulást, hazaárulást követett el Kölcsei, de semmi ilyesmit nem találtak az iratokban természetesen. A sírokban egyébként semmilyen feljegyzést nem találtak 1938-ban. A csontokkal kapcsolatban tudjuk, hogy a csontoknak a többsége az észak-dél irányban a sírok közepén voltak a csontok, és mindhárom csonttal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy azoknál a gerinc középre volt csúszva, de a medence csontok azok a helyükön voltak, mind a három személlyel kapcsolatban. A koponyák tekintetében pedig tudjuk, hogy kettő koponyát a sírnak a keleti végében találtak meg a kutatók, az harmadik koponyát pedig a sírnak az északi részén. Ebben pedig a családi hagyomány is segítette a kutatókat az azonosításban is, mert a család tudta, hogy Kölcsei Ferencet a sír északi részébe temették. És ugye meg kellett határozni, hogy melyik személyhez milyen csontok tartoznak. Ebben Kölcsei Ferenc exhumálásakor Csiszár Árpád segítségére volt dr. Asher Kálmán tiszti főorvos is. Ő is segített az azonosításban.
Kölcsey Ferenc csontjainak a meghatározását, tehát Asher Kálmán is segítette, és a kutatók tudták, illetve látták is, hogy a költőnek a koponyája maradt meg a legépebb állapotban, és Asher Kálmán azonosította be a költőnek a koponyáját is, hogy az Kölcsey Ferenc koponyája a kezében, illetve nem az Asher Kálmánnak a kezében, hanem dr. Antalfi Zsíros Aladár kezében látható a képen a költő koponyája. Dr. Antalfi Zsíros Aladár, ő volt akkor Fehér Gyalamatnak a királyi közjegyzője, illetve a Máté Szalkai Kölcsey Egyesületnek is a hivatalos képviselője. A arcának jellegzetességei alapján tudták egyébként beazonosítani Kölcsey Ferencet. Kölcsey Ferencnek a koponyájával kapcsolatban azt látták, hogy a szemöldök csontja és az állkapott csontja az rendkívül fejlett, erős volt. Illetve a beesett ortő is mutatta nekik ezt, de leginkább az azonosításban az segítette őket, hogy a képen is talán lehet látni, hogy az egyik szemüleg mérete jóval kisebb, mint a másik. És ugye tudjuk a tanulmányainkból is, hogy egyik szemére ugye Kölcsey Ferenc vak volt, és ez is bizonyítja azt, hogy a méretéből is látszik, hogy valóban a jobb szemére volt vak. A két déli sírnak a beazonosítása könnyebben ment a kutatók számára, könnyebb volt összekapcsolni a két déli sírnak a csontjait, különösen könnyű volt ez Szuhányi Józsefin esetében. Ugyanis teljesen más, hogy néz ki egy női csontváz, mint ugye egy férfi csontváz, és a kutatók látták is, hogy a női csontváznak a csontjai sokkal gyengébbek voltak, illetve Asher Kálmán kutató pedig fejletlennek látta a női koponyának a kinézetét. A három személynek a sírtól nem messze új sírboltot készítettek, körülbelül 10-15 méterre az eredeti családi sírtól, és a csoport háta mögött a jobb oldali képen pedig látható két oszlop, amelyeken azok a csigák voltak elhelyezve, amelyek az új vasbeton kriptát, ami a képen látható a bal oldali képen, tehát az emelte fel ezt a vasbeton kriptát. Mert hogy vasbetonból készült az új emlékműnek az alapja. És a csontokat ezt követően pedig diófa koporsóban helyezték el, a képeken is lehet látni, három kisebb méretű diófa koporsóban helyezték el a csontokat, és ezt követően pedig kezdetét vette az újratemetésnek a szertartása, amelyet Szalai Pál csekély református lelkész vezetett. A lelkész úr mellett botjára támaszkodva Kölcsey István látható, ő volt akkor az országgyűlési képviselő, és természetesen Kölcsey leszármazott volt. A kriptában egyébként három fülkét alakítottak ki, és ezeket pedig vasbeton padozattal látták el, hogy ha esetleg talajvíz mégis felérne, akkor ne tegyen a koporsókban kárt. És a legnagyobb méretű fülke volt a költővé, tehát az ő koporsóját ott helyezték el és legalul. Az exhumálásról és az újratemetésről természetesen az akkori újságok is beszámoltak, és ahogyan már korábban említettem, eltérő időpontokat írtak a költő halálával kapcsolatban. Ugye volt, aki augusztus 23-at írt azzal kapcsolatban, amikor hűnt el a költő, volt, aki augusztus 24-ét. Ez még akár egy lapon belül is előfordult, például az Új Magyarság című újságban, ahol, hogyha kinyitva látjuk ugyanazt a cikket, kiemelve láthatjuk, olvashatjuk, hogy Himnusz nagynevű költője halálának 100. évfordulóján augusztus 23-án. És alig másfél évtel később, augusztus 20-ai cikkben pedig azt olvassuk, hogy 1838. augusztus 24-én halt meg a Himnusz költője. Tehát eltérő időpontok vannak. A magyar nemzet még ennél messzebb is ment, ő is más időpontot jelöl meg. Szerinte augusztus 24-én hunyt el a költő,
illetve még Csiszár Árpádnak a nevét és a titulusát is rosszul írták. Szerintük Csiszár István professzor vett részt az exhumálásban. Az új emlékmű felavatása egy hónappal az exhumálás után 1938. szeptember 8-án történt, erről is szintén beszámoltak a korabeli újság. De szerencsére felvétel is készült erről, és ezt meg is tudjuk nézni. Közel egy perces felvétel maradt meg az utókor számára. Ezen Kornis Gyula, a képviselőház akkori elnöke mondta az autóbeszédet, és néhány pillanatát is tudjuk nézni. És erőt merítsünk belőle. A tiédéhez hasonló korban mi a nemzeti küzdelmünk. Hogy nagyon sok ember vett részt az új emlékműnek a felavatásán. Azt is mondhatnánk, hogy szinte mindenki ott volt, aki számít. Egyes források szerint 2500-an voltak a temetőben, ugye mindenféle vezető személyiségek és természetesen egész Szatmárcsek a lakossága. Egy valakit nem hívtak meg, Csiszár Árpádot. Nem kapott meghívót ugyanis az emlékműnek az avatására. Annak ellenére nem kapott meghívót az emlékmű avatására, hogy ugye korábban a híradások az exhumálások kapcsolatban mindig megemlítették a nevét és ki is emelték azt. Ráadásul az egyetem, amelynek akkor hallgatója volt, a Debreceni Tisza István Tudományegyetem, külön delegációt küldött az emlékmű avatására, de őt nem hívták meg. De ennek ellenére nem felejtette el az utókor azt, hogy ő részt vett ezen az exhumáláson. Nagyon sok interjú készült vele az azt követő évtizedekben is, és szinte mindig szóba került az exhumálás, hogy ő ott részt vett és hogy ő milyen fontos szerepe volt. És részt vett valóban az exhumálásban, ahogy tudjuk is, és ez 150. évfordulón, tehát a himnusz megírásának 150. évfordulóján, 1973-ban a Déli Hírlap kifejezetten az exhumálással kapcsolatban készített vele egy interjút. És ott szintén mesélt ugye az exhumálásról Csiszár Árpád. És az interjú végén egy Kölcseivel kapcsolatos anekdotát is megosztotta a riporterrel. Ezt mondta. A Kölcseiek közül Sárospatakon többen voltak jogászok. Az egyik professzoruk a kollokviumon, és az egyik vizsgán, azt mondta valamelyik. Érdekes a ti családotok. Olyanok vagytok, mint a krumpli. Ami értékes volt belőle, az a föld alatt van. Csiszár által után engedjenek meg, hogy én is elmondjak egy Kölcseivel kapcsolatos anekdotát, amit én is olvastam az egyik forrásban. És ez arról szólt, hogy Obernyi Károly, akiről már az előadás elején szóltam, állítólag nem csak a kis Kölcsei Kálmánnak volt a nevelője, hanem a többi Kölcsei gyermeknek is ott csekély, mert ugye a családdal együtt élt Obernyi Károly. És a diákok
az ő diákja, hogy a kölcsei gyerekek viszont sorra buktak meg különböző vizsgákon. És amikor ezt szinte látom magam előtt a jelenetet, Kölcsei Ferenc számon kéri Obernyi Károlyon mindezt, és állítólag a fáma szerint Obernyi Károly csak vállat mond, és annyit mondott Kölcsei Ferencnek, tehetek én arról, hogy az ezer éves Kölcsei família összes tudása a tekintetes úrba szólult. Az, hogy új síremléket állítottak a költőnek, valószínűleg az lehetett az oka, hogy a korszellem, illetve az is, hogy Kölcsei kultuszt kívántak kialakítani. 1963-ban Csiszár Árpád az egyik leírásában ezt elemzi is a történteket, és ő úgy vélte, hogy a sír, az eredeti régi sír meg tudta volna bírni az új emlékművet, annak ellenére, hogy ugye talajvíz pusztította sokszor meg a tiszai árvíz, de hogy azt a régi sírt azt fel tudták volna kellően újítani olyan formára, hogy elbírja az új síremléket. Illetve azt is gondolta, hogy ez azért is volt furcsa számára, hogy mégis építettek egy új síremléket, mert hogy ugyanabban a temetőben épült mind a két síremlék, ráadásul ugye nem is messze egymástól, körülbelül 15 méterre. És néhány kép a régi és az új síremlékről. Ugye a régi síremléket már láttuk egy korábbi képen. A régi síremlék napjainkban is látható, méghozzá Szatmár Csekén a Művelődési Háznak az előkertjében. A régi síremléknek ugye a feliratát már tudjuk, Kölcsei Ferencnek emlékül 1854, ugyanúgy olvasható. Ez hamuszínű márványból készült, és egy félbetört oszlop formája ez állítólag a költőnek a tragikus halálát hivatott jelképezni. A síremléket, ezt a régi pedig Gerendai Antal, híres szobrászművész, illetve kőfaragómester készítette, és hát az ő műtermében készült Pesten. Az új síremlék bizonyára már nagyon sokan látták, ugye a Csekély temetőben, ez pedig fehér színű márványból készült, és a talapzaton, ahogy azt a felvételen is ugye láthattuk, Kölcsei feliratú címeres urna van. Az urnát a közepét, tehát 6 darab oszlop veszi körül, ami bálma lejével van díszítve, és a tetejüket pedig 6 szögben tört tetőszerű dolog fogja közre. És a sírról még el tudjuk mondani, hogy az 2007-ben védetté nyilvánították, és a Nemzeti Sírkertnek a részét képezi. És 2020-ban pedig a Nemzeti Örökség Intézete mély tisztítással, viaszos impregnálással és teljes területrendezéssel, teljes mértékben felújította azt. És egyébként érdekesség még, hogy szintén Gerendai Antal készítette az új síremléket is, de nem a régi, a korábban élt Gerendai Antal, hanem neki az unokája, szintén Gerendai Antal. És annyit még elmondanék érdekességként, ezt kevesen tudtam, hogy az 1990-es évek végén, vagy pedig a 2000-es évek elejére tervezték, hogy a sír alatt egy mauzóleumot alakítanak ki. Ez Németh Péter, a József András Múzeumnak az akkori igazgatója vetette fel ezt az ötletet. A tervek is elkészültek, úgy nézett volna ki a mauzóleum, hogy lépcsőn lehetett volna levenni a sír alá. Egy átlátszó vitrínben a költőnek a koporsóját lehetett volna megtekinteni. A több szögű teremnek pedig a falát márvánnyal
takarták volna be teljesen, és akkor a himnusznak az egész szövege olvasható lett volna rajta, és szintén egy lépcső vezetett volna ki a felszínre. Ez azonban nem valósult meg, a műemléki hivatal nem adta rá az áldását, annak ellenére, hogy ez a mauzóleum nem bántotta volna, úgymond nem érintette volna a sírnak és a műemléknek a felső részét. De nem valósult meg ez a mauzóleum. Aki még szeretne esetleg több mindent olvasni az exhumálással kapcsolatban, vagy olyan fotókat is látni, amiket én itt nem mutattam be, de a fotótárunkban látható, az itt a Csiszár Árpád életét és munkásságát bemutató szobában megtekintheti, illetve olvashat is ezzel kapcsolatban, hogy a tépen is látják, illetve Varga János múzeumigazgató úr is írta a költő exhumálásával kapcsolatban, 2008-ban jelent meg a József András Múzeum évkönyvében, és ez az interneten is bárki számára olvasható. Köszönöm szépen a figyelmüket! Amiről beszéltem, de bárki a kezébe vehető, akár kutatási célból is, és a korabeli újságoknak a bejegyzését is beragasztotta Csiszár Ha, 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 ha
Hoppá! Jó volt? Ne menjetek már el, jó?